Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Óriás csúszda, mosdó, szabadtéri fitnesspark, épül a Generációk Parkja Szekszárdon. Negatív teszt rendelés előtt Pakson is lehet már szakorvoshoz menni. Nyitnak az éttermek, a kerthelyiségekben már fogadják a vendégeket Szekszárdon. Hónapok óta tűzgyújtási tilalomban érvényben mégsem csökken a szabadtéri tüzek száma. Óriás csúszda, ugróiskola, mezitlábas sétány, mosdók és fedett pihenő, valamint a felnőttekre gondolva szabadtéri konditerem is lesz majd a Generációk Parkjában Szekszárdon. Az építkezés elindult, átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. A beruházás összesen 140 millió forintba kerül. Ács Rezső Szekszárd polgármestere kiemelte, 4 lakossági fórumot is tartottak, és az ott lakók véleményét beépítették a tervekbe, sőt, még a játékok kiválasztásába is bevonták a helyieket. Itt a Barátság utcában valósul meg hamarosan a Generációk Parkja. Minden korosztályra gondoltak a városvezetők a projekt létrehozásakor. A játszótereken megszokott elemek mellett egy óriás csúszda, ugróiskola, mezitlábas sétány várja a mozogni vágyó gyerekeket. A felnőttek pedig fitness eszközökön tornázhatnak, az idősebbek fedett helyen pihenhetnek meg. A parkban ezentúl helyet kap egy mosdó és egy perenkázó is, továbbá fákat, cseréket ültetnek, mondta el a kivitelezésért felelős cég vezetője. 3300-3500 négyzetméter lesz felújítva, ugyebár azt azért tudni kell, aki esetleg nem tudja, hogy itt egy nagyon öreg, elavult, már veszélyes játszótér volt, és ehelyett készül ez az új minden generáció számára. Ács Rezső Szekszárd polgármestere elmondta, a Generációk Parkját már 2018 óta tervezik megvalósítani. Azóta 4 lakossági fórumot tartottak, és az ott elhangzott ötleteket, véleményeket figyelembe vették a park tervezésekor, a játékok eszközök kiválasztásakor. Többek között ezért alakítanak ki 26 parkoló helyet is a park melletti területen, és fedik le az árkot. A városvezető beszélt a beruházáshoz szükséges forrásról is. Kifejtette, a projekt 2020-ban nyert zöld utat, a megvalósításához szükséges önerő biztosításáról az ilyen Szekszárd képviselőiből álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntött, és a közgyűlés is rábólintott a Generációk Parkjának megépítésére. A végső döntést 2020-ban az új Gazdasági Bizottság hozta meg, pont annak kapcsán, hogy hiányzott 8,6 millió forint még a kivitelezéshez. 3 forrásból jött össze a pénz, mint egy 140 millió forintba kerülő teljes beruházás. Egyrészt a TOB-ból nyertünk erre forrásokat, Süli János miniszter úrnak köszönhetjük a támogatást, hiszen ő is segített a projekt megvalósításában, és az önkormányzat költségvetéséből kellett a 8,6 millió forintot biztosítani. A Generációk Parkja várhatóan őszre készül el. A projekt keretében Szőlőhegyen is építenek egy játszóteret. Gráfok, függvények, kördiagramok és a módusz, illetve medián számítás is szerepelt az idei matematika érettségi első részében. A diákok emellett kaptak feladatot a háromszögek szögeiről és mértani sorozatokról is. Az érettségi második, hosszabb és összetettebb feladatokból álló részében valószínűség és százalék számítás, egyenletek és függvények is szerepeltek. Az érettségizők, ahogy azt a korábbi években megszokhatták, több szöveges feladatot is kaptak. A több témakört érintő feladatok között van olyan, ami az olimpiai játékokkal foglalkozik, de volt a sétáló utcák lekövezésével kapcsolatos téma is. A matematika középszintű írásbeli vizsga 180 percig tartott. Különleges szabályok vonatkoznak hétfő óta azokra, akik házi orvoshoz akarnak menni, és magukra, az orvosokra is. Például most csak telefonos bejelentkezés alapján fogadhatnak a rendelők betegeket. Halántékra kell helyezni, tehát ide a földőre kell mérni, bekapcsoljuk. És minden betegnek megmérik a lázát a házi orvosi rendelőkben hétfő óta. A betegek érkeznek is, a várótermek viszont most üresek, ugyanis csak telefonos bejelentkezés alapján lehet házi orvoshoz menni. A heti minimum 3 órában naponta, az összesen 15 óra, és óránként 4 főben maximálták jelenleg, azért, hogy a betegek között lehessen a megfelelő feltétlenítést végezni, felületfeltétlenítést, illetve
nekünk ugye kézfertőtlenítéseket. A betegektől azt kérik, hogy lehetőleg maszkban érkezzenek a rendelőkbe, ha pedig előttük még van valaki a vizsgálóban, akkor álljanak az ajtótól legalább másfél méter távolságra. A telefonos bejelentkezés során pedig, ha gyanú merül fel, hogy a beteg koronavírusos, akkor kifejezetten egy ennek szűrésére összeállított nyomtatvány alapján kikérdezik őt az orvosok. Ha feltételezhető, hogy elkapta a koronavírust, akkor enyhe tünetek esetén otthon kurálhatja ki magát. Viszont ha felmerülnek kockázati tényezők, például valamilyen alapbetegség, akkor a házi orvos értesíti a kórházat. Lehetőséget kell majd a későbbiekben biztosítanunk arra, hogy ne csak papír alapon kapják meg a különböző igazolásokat, tápénzes papírt, vagy egyéb szociális ellátást biztosító iratokat, hanem elektronos úton is ezeket el tudjuk majd juttatni, ez a jövő. Hétfő óta egyébként nem csak a házi orvosi rendelők látogatására vonatkoznak új szabályok, hanem a kórházakra is, amiknek már ismét kötelező biztosítani a járóbeteg ellátást. Pakson is enyhítettek az egészségügyi ellátás szabályain, már nem csak életveszélyben és sürgősségi esetben lehet igénybe venni az ellátást, viszont vannak olyan szakellátások, ahol a vizsgálat feltétele a negatív koronavírus teszt. Az életfaidősek otthonában mindent rendben talált a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya az ellenőrzés során. Változások léptek életbe az egészségügyi ellátásban hétfőtől Pakson is. Már nem csak életveszélyben és sürgősségi esetben lehet szakorvoshoz fordulni. Az orvos berendelheti a beteget, de szigorúan csak időpontra és szigorított járványügyi szabályok betartása és betartatása mellett. Óránként legfeljebb 4 beteg tartózkodhat a rendelőkben. Hőmérsékletet fogunk mérni a mai naptól, érintésmentesen szájkendőbe lehet bejönni, kézfertőtlenítés és kérdőív kitöltése után. Azoknak a ellátandóknak, akik telefonon egyeztettek a szakrendelőben, és indokoltnak tartotta a szakorvos, hogy meg kell jelennie, mert másképpen nem tudja megnyugtatóan ellátni. A járóbeteg ellátásban marad az egykapus beléptetési rendszer, valamint kötelező kitöltenie járványügyi kérdőívet is. Változás az is, hogy ultrahangvizsgálatokat is végeznek a szakrendelőben, és a fülorgégészet is kinyit, ám ezen vizsgálatokat, mint ahogy később az egynapos sebészetet is, csak negatív koronavírus teszttel lehet igénybe venni. Az egészségügyben jelenleg ugyanis az a cél, mondta el a főorvos, hogy minél kevesebb személyes találkozás történjen. A város polgármestere arról számolt be, hogy a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya ellenőrzést végzett az életfa idősek otthonában, és mindent rendben talált. Kimagaslónak ítélték meg az életfa idősek otthonának a működését, abból a szempontból, hogy a higiéniás viszonyokat a jelenlegi járványügyi helyzetben magas színvonalon tartják be. Magyarországon 3065 a beazonosított fertőzöttek száma. Tolna megyében 17 fertőzött van a kormány hivatalos tájékoztató oldala, a koronavírus.gov.hu szerint. Szerdától Budapest és Pest megye kivételével újraindulhatnak az országban a közlekedési vizsgák és utánképzések. Az intézkedés a közúti, a vasúti, a hajózási és a légügyi területet egyaránt érinti, az első vizsgákat a jövő hétre szervezhetik meg. A vizsgaturizmus megelőzéséért az egyes helyszíneken csak azok tehetnek vizsgát, akik életvitelszerűen is az adott településen, megyében élnek. A koronavírus elleni védekezés új szakaszának egyik intézkedése volt az éttermek kerthelyiségeinek nyitásáról szóló engedély. A vendéglátók számára egyfajta mentő volt a rendelkezés. Az életben lévő szabályok betartására hívja fel a figyelmet a rendőrség, mert ezek megszegése komoly bírságot vonhat maga után. Május 4-e óta ismét kinyithatnak a vendéglátóhelyek, igaz csak azok, amelyek rendelkeznek kerthelyiséggel. A zárt részeken való vendégfogadás továbbra is tiltott. Ez a lépés a mentőöv a szakmának, fogalmazott Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Hát az ágazat az teljesen le volt robbanva, gyakorlatilag egy olyan 10-20%-os szinten működött, hiszen csak kiszállítást végzett, hosszabb távon ez nem is lehetett volna fenntartani, tehát mindenképpen kell egy kibontakozás. Ez egy első lépésnek jó, de követnie kell egy második lépésnek, amikor bent is lehet már forgalmazni, például mint Ausztriában, ahol kint is, meg bent is lehet. A vendéglátók megkönnyebbüléssel fogadták a nyitás hírét, hiszen sokan gondolkodtak már a végleges bezárásról is.
Szekszárdon több olyan egység is működik, ahol a szabad ég alatt vagy nyitott teraszon fogyaszthatnak a vendégek. Nagyon örülünk, hogy most az itt fogyasztási lehetőség is megjelent, és teljesen próbáljuk az előírásoknak megfelelően biztosítani a vendégeinknek a biztonságát. Éppen ezért az asztalokat is másfél-két méter távolságra helyeztük el egymástól, és éppen ezúton szeretnénk megköszönni a szekszárdi önkormányzatnak, hogy biztosította azt a lehetőséget, hogy ingyenesen tudjuk ezt most igénybe venni. Már időszerű volt egy kicsit kinyitni itt a terasz meg az árkélyek itt a vidéki éttermekben igazából. Végét járja szerintem már mindenki, úgyhogy ez egy jó lépés volt. Azt gondolom természetesen azért a higiéniai előjárásoknak megfelelően, tehát senki nem jön be, mindenki maszkba dolgozik egyébként a személyzet közül is, úgyhogy erre azért a lehető legjobban odafigyel mindenki. A kormányrendeletben megfogalmazottak ellenőrzése továbbra is a rendőrség feladata. A rendőrség feladata annak ellenőrzése is, hogy az éttermek, valamint a vendéglátó egységek teraszán a személyek megfelelő módon használják a védőeszközeiket, a megfelelő távolságot betartják-e egymástól, illetve hogy a belső helyiségekben tartózkodnak-e. Aki ilyen, ezeket a korlátozásokat megszegi, azokkal szemben a rendőrök eljárnak, alapvetően figyelmeztetésben részesítik őket, de bizonyos esetekben helyszínbírsággal is sújthatók. A védekezési szabályok enyhítésének hatására több intézkedés is született Tolnán, erről beszélt Appelshofer Ágnes polgármester. A városvezető saját hatáskörében enyhített többek között a piacra járás szabályain, a magánegészségügyi ellátás szigorító és a családi bölcsödék bezárásáról rendelkező előírásokon is. Emellett mostantól szabadon használhatók a város játszóterei is. Döntöttem arról is, hogy a sportlétesítményeket használhatják azok, akik edzést szeretnének ott tartani. Ez azt jelenti, hogy magát a sporttermeket megnyitjuk, de az öltözőket és a zuhanyzókat nem. Tehát felhívom a sportolni vágyók figyelmét arra, hogy nyilatkozatot fogunk velük aláíratni a tekintetben, hogy mi ugyan magának a sportlétesítménynek a fertőtlenítését, meg a takarítását folyamatosan biztosítjuk, de az, hogy ők egyébként az edzés alatt hogy érintkeznek, vagy nem érintkeznek egymástól, ez az edző, illetve a sportegyesület vezetőjének a felelőssége. A szekszárdi városvédők elnöke azt mondja, továbbra sem hozták nyilvánosságra a helyi sportközpont igazgatójának pályázatát, pedig már belső vizsgálat is indult Malomsoki Krisztián eddigi munkája miatt. Szabó Balázs azt állítja, hogy megszerezte az általuk korábban már kifogásolt pályázati anyagot, ami mint fogalmazott, hemzseg a helyesírási hibáktól. A szekszárdi városvédők elnöke kijelentette, ha az illetékesek továbbra sem hozzák nyilvánosságra a dokumentumot, ők teszik azt bárki számára elérhetővé. Hiába kérte, eddig nem hozták nyilvánosságra a szekszárdi sportközpont nemrég kinevezett igazgatója Malomsoki Krisztián pályázatát. Ezt mondja a szekszárdi városvédők elnöke. Szabó Balázs viszont, mint állítja, megszerezte a dokumentumot, ami szerinte hemzseg a helyesírási hibáktól. Malomsoki Krisztián igazgató úr pályázata, ez minősíthetetlen. Egy ilyen pályázatot egy ilyen szintű intézmény vezetésére nem lehet leadni, de azt gondolom, hogy minősíti azokat a képviselőket, akik ezt elfogadták. Ebben a bizottságban, amely arra volt jogosult, hogy ezeket a pályázatokat értékelje és a győztest kihirdesse, ebben kizárólag az ÉSZ frakció képviselői ültek. Szabó Balázs azt mondja, a helyesírási hibáktól hemzsegő pályázat is igazolja, hogy Malomsoki Krisztián alkalmatlan egy megyeszékhely sportközpontjának vezetésére, az pedig, hogy a pályázók közül őt találták a legalkalmasabbnak, megalázó a többi szekszárdi vagy környékbeli induló szakemberre nézve. Ez az ember teljes mértékben alkalmatlan. Ugye a pályázatában írja azt is, hogy francia és lengyel üzleti levelezésre alkalmas a tudása. Hát kérdezem én, hogyha magyarul nem tud írni, akkor hogyan tudna már levelezni franciául és lengyelül. Szabó Balázs múlt héten már kifogásolta Malomsoki Krisztián pályázatát és az általa eddig végzett munkát. A szekszárdi városvédők elnöke szerint az igazgató a sportcsarnok bezárása után is működtette az épület fűtését, amivel több 100 000 forintos kárt okozott az általa vezetett önkormányzati cégnek. Szabó Balázs akkor arról is beszélt, hogy Malomsoki Krisztián nem vette igénybe a kormány által
felkínált bértámogatási lehetőséget az alkalmazottai után, amivel felesleges kiadást okozott Szekszárdnak. Az ügy miatt akkor kerestük Malomsoki Krisztiánt, ő viszont nem akart az elhangzottakra reagálni. Az ezzel kapcsolatban megfogalmazott kérdéseinkre a Sportközpont felügyelőbizottságának elnöke Faragó Zsolt azt válaszolta, hogy egy belső ellenőrzés során ezeket a felvetéseket is kivizsgálják. Faragó Zsolt legutóbbi közlése szerint heteken belül véget érhet a belső ellenőrzés. Ígérete szerint utána részletes tájékoztatást ad az ügyről televíziónknak is. Noha április elejétől az ország teljes területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, sok szabadtéri tűzhöz riasztják a lánglovagokat országszerte és Tolna megyében is. A tilalom kihirdetése óta 71 tűzeset történt a megyében, amiből 32 volt szabadtéri. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az erdőtüzek 99%-át emberi mulasztás okozza, ezért fokozott körültekintést kérnek a lakosságtól. Továbbra sem lehet tarlót és gazt égetni külterületen, ahogy erdőkben sem szabad tüzet gyújtani, még tűzrakóhelyeken sem. Belterületen pedig az önkormányzat dönt arról, hogy kerti hulladékot lehet-e égetni, Szekszárdon például ez is tilos. Csak az elmúlt néhány napban 6 tűzesethez riasztották a Tolna megyei tűzoltókat. Tevelem volt a legtöbb munkájuk a lánglovagoknak a hosszú hétvégén. Ott mintegy 300 négyzetméternyi területen égett az aljnövényzet. Ezek a felvételek pedig Paks Birító pusztán készültek korábban. Itt mintegy 500 négyzetméteren lángolt az erdő aljnövényzete. Rendszeresen riasztják a Tolna megyei tűzoltókat amiatt, hogy ég az avar, gaz vagy éppen a nádas. Noha április 10-e óta tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarország egész területén, mondja a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Ez összesen 71 darabot jelent április 10-e óta, ebből 32 darab szabadtéri tűzeset volt. Tehát ez is mutatja azt, hogy igen magas ezeknek a tűzeseteknek a száma, amelyek ezzel összefüggésbe hozhatóak. Köves Péter felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a szabadtéri tüzek és az erdőtüzek 99%-át emberi mulasztás okozza, ezért fokozott körültekintést kérnek a helyiektől. Továbbra sem lehet tarlót és gazt égetni külterületen, ahogy erdőkben sem szabad tüzet gyújtani, még tűzrakó helyeken sem. Tilos tüzet gyújtani továbbá a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a vasút és közút menti fásításokat is. Belterületen sem szabad avart és kerti hulladékot égetni, kivéve ha az önkormányzat másképp nem rendelkezik. Ha az önkormányzat nem rendelkezik és nem ad felmentést a tűzgyújtási tilalom alatt ezen tevékenység végzés alól, akkor nem szabad a kerti hulladékot sem égetnünk. Szekszárd önkormányzatának van erre vonatkozó rendelete, és ez alapján a Tolnai megyeszékhelyen is tilos az avar és kerti hulladék égetése. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Tovább ellenőriznek, a somogyi idős otthonok szakszerű ellenőrzése a cél. Részleges feloldás, nyilvános vasárnapi szentmise hívek részvételével a nagyvárosokban csak szabad téren tartható. A fertőtlenítő szerek és a védőeszközök meglétét és azok használatát, valamint az izolációs szobákat is ellenőrizte a járási vezető ápoló a Balatonföldvári Íris ápolási otthonban május 1-én. Az intézmény egyik épületében néhány nappal korábban már tartottak ellenőrzést, most egy másik épületben jártak a szakemberek. Van külön veszélyes edény, úgyhogy ez biztosított. A szakemberek az ellenőrzés során megtekintették az izolációs szobákat, az azokban lévő védő és higiéniai eszközöket. Védőköztenye tökéletes. A raktárban orvosi és speciális FFP-s maszkok is sorakoznak, de a többi között kesztyűk és védőruhánk is rendelkezésre állnak, ezeket is ellenőrizték a szakemberek. Mint azt az otthon ügyvezető igazgatója elmondta, több óvintézkedést is hoztak a koronavírus járvány miatt. A fő cél a beteg biztonságnak az ellenőrzése, ezt több irányú folyamatot jelent. Egyrészt a különféle védőeszközök rendelkezésre állását ellenőrzik, tehát gondolunk itt a személyes higiénés eszközökre, szájmaszkra, védőruhára, kesztyűre. Ezen kívül a fertőtlenítéshez szükséges vegyszerek minőségét és mennyiségét is ellenőrzik. Az ápolási otthon kettő épületében 2-2 izolációs szobát alakítottak ki, valamint a betegszobák számát is növelték 2-2-vel.
A most ellenőrzött épület 100 férőhelyes, jelenleg 92 fő tápolnak itt. A másik épülettel együtt 199 férőhelyes az ápolási otthon. Az intézményben egyébként a 24 órás orvosi jelenlét is biztosított. Az otthon igazgatója elmondta, hogy teljesen új helyzetet teremtett a koronavírus járvány, és erre fel kellett készülniük. Miután a mi intézményünkben 80 fő dolgozik, ezeknek a szűrését elvégeztük, hiszen a zárlat következtében és a látogatási tilalom következtében a legnagyobb forrást a tekintetben, hogy a vírus bekerüljön az intézménybe, a dolgozók jelentették. Tehát ebben a vonatkozásban egyrészt a szűrővizsgálatok megtörtént, másrészt pedig folyamatos kapcsolatban vagyunk minden dolgozó, vagy a legkisebb panasz, vagy erre utaló jel esetén is konzultációra van lehetőség, hogy a munkavégzést egyáltalán elkezdje, vagy ne kezdje. Mint azt az intézmény igazgatója elmondta, az elmúlt napokban a Magyar Honvédség is fertőtlenített az épületben. Nem szokványos körülmények között és nem szokványos időben hétfőn elkezdődtek az érettségi vizsgák hazánkban. Az iskolák szigorú feltételek biztosítása mellett fogadhatták csak a végzősöket a járványhelyzet miatt. Az első napon a szokásoknak megfelelően magyar nyelv és irodalom feladatokat oldottak meg a diákok. Maszkban írják alá a jelenléti évet az érettségizők ebben a pécsi gimnáziumban. A járványhelyzet miatt védőtávolságot tartanak az asztalok között. Kesztyűt és kézfertőtlenítőt is kaphattak a fiatalok. Így kezdték a magyar irodalom és nyelvtan érettségit hétfőn, reggel 9-kor a Lővei gimnáziumban, ahová a bejutás sem volt egyszerű. 4 kapun keresztül engedjük be a diákokat, és 5 percenként érkeztek a termeikbe. Azt hiszem, hogy már az, hogy a gyerekek vállalták az érettségit, egy diák mondta vissza, aki későbbre halasztotta valamilyen ok miatt, de a többség vállalta az érettségit, úgyhogy nagyon szurkolunk nekik, hogy jól sikerüljön ez a megmérettetés. A gimnázium 150 diákja kezdte meg az érettségit. Őket 16 tanteremben osztották el, mindenkinek biztosítva a védőeszközöket a koronavírus ellen, valamint betartva az előírt 1,5 méteres védőtávolságot. A pedagógusoknak a feladatok megoldása után is lesz dolguk az intézmények környékén, mondja az igazgató. Izgalmas lesz még a kieresztés, hiszen amikor befejezik az érettségit a diákok, akkor várható az, hogy szívesen megosztanák egymással az élményeiket, úgyhogy erre külön azt találtuk ki, hogy kollégáim várják őket az épületen kívül, és terelik őket hazafelé, hogy ne csoportosuljanak. Idén írásbeli feladatok lesznek az érettségi tárgyakból, kivétel a testnevelés, ahol szóbeli vizsgát tartanak június 15-én és 16-án, tudtuk meg Zalai Szabolcstól. De nem csak itt, az egész tankerületben elkezdődtek a vizsgák. A pécsi tankerületnek a diákjai közül 622 fő fog érettségizni. Ez az általános érettségi tárgyakat jelenti, ez nem az emeltet. Van, ahol 30-40, tehát egy osztálynyi gyerek, és van, ahol 3 osztálynyi gyerek fog érettségizni. 10 fő körülbelül annyi fér el egy nagy terembe, tehát hogyha 120-130 gyerek van egy nagyobb gimnáziumban érettségiző, akkor is elférnek az adott intézménynek a termeiben felügyelő tanárokkal együtt. Összhangban Magyarország kormányának rendeletével és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. május 1-én kiadott közleményével a koronavírus járvány terjedése miatt meghozott korlátozásokat részlegesen feloldotta Udvardi György érsek, apostoli kormányzó. A rendelkezés értelmében a pécsi egyházmegye területén csak azok a templomok tarthatnak nyitva, ahol gondoskodni tudnak a megfelelő fertőtlenítésről. Nyilvános vasárnapi szentmise hívek részvételével a nagyvárosokban szabad téren tartható, amelyen csak 65 év alattiak lehetnek jelen, de a részvétel a fiataloknak sem kötelező. Keresztelőt és egyházi esküvőt, temetést csak szűk körben lehet tartani. Csoportos zarándoklatok, ima találkozók, körmenetek további rendelkezésig nem tarthatók. Nem minden templom lesz nyitva, nem minden templomban lesznek szentmisék, vagy nem a korábbi gyakorisággal lesznek szentmisék, hanem csak ott, ahol ezeket az óvintézkedéseket be tudják tartani. Kisebb vidéki templomokban értelemszerűen
ahol a közösség is kisebb, ott vasárnap is meg tudják oldani, hogy a templomon belül tartsák a szentmisét. Ebben az esetben csak csendes szentmise bemutatása engedélyezett. És végül nézzük Tolna megye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Óriás csúszda, mosdó, szabadtéri fitnesspark épül a Generációk Parkja Szekszárdon. Negatív teszt rendelés előtt Pakson is lehet már szakorvoshoz menni. Nyitnak az éttermek, a kerthelyiségekben már fogadják a vendégeket Szekszárdon. Hónapok óta tűzgyűjtési tilalom van érvényben, mégsem csökken a szabadtéri tüzek száma. Szerdán erős, olykor viharos lökésekkel kísért szélfúj, alapvetően gyengén felhős napos időre számíthatunk. Hűvös lesz, és a szél is rontja majd a hőérzetet, napközben nem lesz melegebb 15 foknál az előrejelzés szerint. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!